Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, kedves tudományos podcast rajongó hallgatóink! A mikrofon újra Pécsi Géza. Mai részünkben beássuk magunkat a kedvenc témámba, mert autókról fogunk beszélni, méghozzá azokról, amik skifikben munkannak fel. Fogadjátok szeretettel beszélgető társaimat, Vince Miklós, szia Miki! Sziasztok! És Barkóci Norbi, szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Azt, azt tudom, hogy Miki nem sok mindent tud autókról, de Norbi, te hogy, hogy állsz a témához? Kisgyerekként uh, inkább um, akkor ak ak rajongója voltam, így felnőtt korban már nem annyira, inkább már most ez a közlekedő edény, és akkor használom... Már rögtön az adás elején előkerül egy fizikai alapfogalom, nem várt irányból érkezik. Na de, mielőtt elkezdjük a műsort, szeretnék veletek egy közértékű infót is megosztani. Barátunk és kollégánk, Claudia tiszteletére, a Parallaxis Univerzum, a Bakonyi Csillagászati Egyesület és az UPRA, Universal Platform for Robotics and Aerospace, május 21 én bocsájtja fel az Ad Astra magas légköri ballont, amennyiben digitális üzenetet szeretnétek feljuttatni, ezt május 19-én éjfélig tehetitek meg a bakonyi csehkukocgmail.com e-mail címre történő levélküldéssel. Kicsit azért bontsuk, hogy igazából ez a ballon, ez magával visz valami adathordozót, és ugye az a lehetőség, amit a NASA is ezerszer csinált már, hogy ezért küld el a nevedet, meg az üzenetet a holdra, meg minden. Viszont kifejezetten Claudia emléke előtt tisztelegve, lehet küldeni most az emlegetett e-mail címre, és akkor az fölmegy. De, de miért is? Tehát fölmegy ez egy, egy tudományos kísérletet iráda. hajt végre, ugye? A így van, így van. Szóval nem ez a fő feladat, hanem egy ilyen multispektrális kamerát tesztelnek az uprások. Elég menő. De igazából azt olvastam, hogy igazából nem feltétlenül csak szöveges üzenetet lehet küldeni, hanem képfájlt is. Tehát aki, aki Klaudiát ké... lehet, hogy ez fake news, nézzétek meg minden esetre, <laughs> például a Bakonyi Csillagászati Egyesület vagy a Parallax is uh, honlapján, de igazából én úgy tudom, hogy képfájlt is lehet küldeni, nyilván ne legyen túl nagy, mint hogy Klaú mint tudjuk, ugye egy pedagógus volt, ezért például biztos a szívének kedves lenne, hogyha például szkennelt gyerekrajzok nem nagy felbontásban fölmennének a világűr határára. Úgyhogy bárki, akit valamilyen módon inspirált Klau, tudjuk, hogy több ezer ilyen ember létezik, az ne habozzon, és a bakonyi cseh kukacgmail.com-ra még május 19 ig éjfélig küldje be a cuccot. Előbb Norbit kérdeztem, hogy téged kérdezlek hogy neked van autód? Nincs, én bére, béreltem volt. Hát ugye a 8. kerület belsejében, tehát a nagy körútnál lakok, tehát igazából marhaság lenne. Viszont az a helyzet, hogy, hogy hát amikor gyerek voltam, akkor konkrétan autót akartunk építeni a nagymamámnál, és, és, és ez tök jó lett volna. Tök jó is volt, mert a szomszédban volt egy autóbontó. És ezért át néha kikerültek ilyen alkatrészek az utcára. És ugye egészen durva dolgokat. Tehát volt egy hátsó lada ajtónk, volt egy, egy, egy kormány, több, több gumi természetesen, disztárcsa hegyek, visszapillantó tükrök, volt egy Mercedes hűtőrács borítás, vagy minden. Tehát egészen sok minden. Ja, lökhárítók természetesen. Mit, szóval elég sok mindent gyűjtöttünk, és az volt a koncepciónk, hogy majd méhet, mi, mivel hogy nagyon nem tudtunk volna a motort fejleszteni mert azt már beláttuk, már 8-10 éves fejjel is, hogy az egy kicsit overkill lenne, hogy egy robbanó motort építsünk, meg a nagymamám sem lenne annyira boldog. Így is baromi jó fej volt, hogy megengedte, hogy átszűgöljük ezeket a dolgokat, érted? Hogy jön a gyerek egy lada ajtóval a szomszédból, hogy nagy ezt ide lerakhatom? Na, szóval ez, ez, ezek így megtörténtek. De az volt, a kon, az volt az ötletünk, hogy csinálunk egy szélhajtású autót. Tehát és rajzoltam, hogy lenne rajta egy vitorla. Nem, mert olyan még nem volt. Vagyis azt hittem én akkor, hogy még nem volt. De mindjárt te, mint főjárműszakértő, mindjárt mondott, hogy volt olyan is. Biztos volt. De, de, de hát mi ezt találtuk ki, hogy lesz egy vitorlás autó vasúton láttam ilyet, hogy, hogy vasúton ment ilyen no, annó hát, Most gondolod, hogy mennyit érnének azok az alkatrészek? Tehát azért egy lada ajtó, az most már, mint egy lada is azért már kuriózumnak számít. Most valójában Cyril betűt nem láttunk rajta, tehát lehet, hogy ez egy fiát hátsó ajtó volt, ugye? Hát a nagy polszki, az igen, az hasonlított. El. Egy az egyben, ugye, ugye megvették a licenzt, megvették, nem tudom, az a szovjetekhez került a licenc, és akkor... Igen, igen, oda került rejtélyes módon. Lehet, <laughs> <laughs> hát, hogy ugye hát az meg a második hatán. világháború utáni kompenzáció eredménye, hogy a, hogy a fasiszta olaszok át nyújtották a fiát egyik másik licenc. Nem tudom, tényleg nem tudom azt, hogy de meglepő a hasonló. De egyébként, hogyha Polskiról beszélünk, beszélünk, meg az autó összerakásról, ugye én a gépészkarra jártam, és a gépészek, a műegyetem gépészeknek a kollégium a Kármán kollégium. Amikor én voltam ott, akkor már föl volt újítva, de a régi Kármán kollégiumról ilyen legendák szóltak, hogy ott mik történtek, és volt uh, van egy ilyen sztori, hogy, előtt, hogy egy kis polszkit lent fölvitték a hatodikra, és ott összerakták, és beindították, és mentek a folyosón. <laughs> Ez mennyire kemény. De ezek <laughs> ilyen legendák, legendás dolgok ezek. Tehát ott ugye a műegyetem kollégiumai önmagában megérnének egy műsort. Tehát, hogy, <laughs> hogy a villamos kiugratás, meg mind, ugye, mint standard eljárás, hogy ritmikusan ugráló a olyan évfolyamok a villamos belsejében ki tudják siklatni. A szöcske. Ez a helyes elnevezés? Szöcske villamos. Szöcke, Igen. villamos. Igen. Aha. Szóval, hogy ezek olyan dolgok, amik egyrészt hát mindenképpen érdekesek, mind szociológiai, mint te technikai szempontból. Térjünk rá a témánkra, hát ugye top 5 autó az én ezt egy kicsit máshogy gondoltam ezt az egészet, tehát csoportokat fog gyűjteni, és megadom nektek ugye, mint társ szerkesztőknek, és beszélgető társaknak ebben a műsorban azt a lehetőséget, hogy a negyedik és ötödik csoportot majd ti dönthetitek el. Tehát az első hármat szeretném én mondani, és kezdeném is Ádám kérésére, kit Mert hát ugye ő azt mondta, hogy beszéljünk kitről, az kész. Így van, azt mondta, hogy itt be is lehet fejezni a dolgot. Tehát, hogy Ádám ezt elődöntött a kérdést. Tehát ugye, aki, nem hiszem, hogy sokan nem tudnak, hogy mi az a kit, vagy ki az a kit, de ugye kit az a Night Rider sorozatnak a főszereplője. Night Industries 2000, a Night Iparművek 2000-es modell. <laughs> modellje. Hát ugye ez, ez, az autó, ez, ez a korát meg az módon már azért mindent uh, tudott. Ez egy uh, Pontiac Firebird uh, Am volt, egyébként az eredetiben. Hát utána persze lettek más feldolgozás a filmnek, és sorozatnak, de szerintem erről beszéljünk, erről az, erről az alapautóról. Ti tudtok valamit róla, vagy mondjak még egy-két szót? Hát szerintem Pontiák ügyben te vagy itt a felkent szakértő. Mindenképp mondj. Aztán majd szeretném, hogyha majd a turbo boost gombnak a működését majd így technológiai tudományos szemmel meg, megvitatnánk különösen, de minden háttérinfot szerintem nyugodtan oszd meg, amit lehet tudni erről a típusról. Hát ugye azért is nagyon érdekes, mert ugye most 2023-at írunk, és most jött rá a világ, hogy hidrogénüzemmel kéne autókat, autókat hajtani, mert hogy az jó. Mert abból, hogyha elég, akkor víz lesz. Na most a kit, ő Hidrogénnal működött, hmm. képzétek el. Ezt már is felejtett. Ahogy... Ja, én sem emlékeztem erre. Ő egy, egy hidrogénnal működő autó volt, de ugye ez azért lehetett, mert ebbe egy turbina volt, és egy turbináról tudni lehet, hogy a turbina nem csak hidrogénnal, tehát tulajdonképpen a turbina mindennel elmenne. Ami a Boeingben, meg a sima ABS-ban van, ez a Rolls-Royce hajtómű, az tulajdonképpen, hogyha petrol, alapvetően ugye kerozint töltenek rá, de a dízzel is elmenne meg mindennel, csak nem olyan hatásfokon menne. Tehát ugye a kit is alapvetően hidrogénüzemű, viszont bármi mással el tudott menni, ami energia, energiát tartalmazó folyadék. Ugye ezt mindig annó nekem a gépészkoron, ezt erre csináltak mindig ilyen számolási példákat gépészmérnök alapismereteken, hogy ugye a tej, mint folyadék, a tejnek is ugye van energiatartalma, mert zsíros. És tulajdonképpen ki lehet számolni, hogy egy tejjel üzemelő motor milyen hatásfokra lenne, meg egy benzinnel üzemelő motor de ugye hát azért teljesen csak nem működött volna itt. Választodva a kérdésedre, meg a Power Boost gombra is, tehát ez a turbina. A turbinával lehet játszani, a veszívott levegővel, meg a befecskendezett üzemanyaggal, meg ugye az utánégetővel. És ott azért... Te tehát, azért, ha jó a sima autókban és amikor a turbó van benne, az ugye ez csak annyi, hogy sokkal több levegőt tud egységnyi idő alatt a motortérbe juttatni, és ezzel... Ugye vannak ezek a radiális túlpok, meg vannak a kompresszorok, és a kompresszorok dugettyúsak, vagy, vagy fogaskerék szivattyúk, amik levegőt pumpálnak a motorba. Ugye a turbó, az, az egy ilyen kettős működésű ventilátor tulajdonképpen, egyik felén a meghagyja kibufogó gáz, az előpörgeti, és előpörgeti, a másik felén pedig sokkal gyorsabban tudja beszívni a levegőt és így a hengerbe sokkal több levegőt tud bejuttatni, és akkor sokkal de teljesítményt tudunk kihozni. Tehát ugye ezért van, hogy mondjuk ezt a szívó dízelt. A szívó dízel az azért szívó dízel, mert hogy abban nincsen turbó, tehát az, ahogy az angol mondja, naturally aspirated, és a turbocharged, tehát ugye a turbó onnan turbocharged, tehát hogy feltöltött, kompresszoros motor is lehet feltöltött, abban annyi a különbség, hogy ott egy fogaskerék szivattyú, vagy egy dugattyús, ugye a Mercedes-eknél egy dugattyús ö, szivattyú nyomja be a levegőt, az már alacsony fordulaton is nagyobb erőt tud kifejteni, tehát nagyobb, nagyobb nyomatékot még ugye a turbónak kell idő, tehát kell egy kis kibufogó gázsebesség is, hogy beprögjön a turbó. Ezért van az, hogy van egy turbó luk, ugye 1000 és 2000 között, és akkor megindul 2000 megjön a turbó hatása, és akkor kivisz minket a hármas golf a világból, ugye? Na de várjál, de a kitten látható turbó boost gomb, az ugye csuda dolgokra képes. Tehát nyilván ez áll a hátterében, de valójában az az, amikor úgy elkezd ugrani egy nagyot az autó. Arra nem volt egy külön gomb? Vagy ugyanaz volt? Szerintem ez volt a gombra ráírva. Én mindig így láttam. Na de akkor most kicsit világosítsatok föl, mert én nem láttam a Night Rider összes részét, tehát hogy ugrott, kerekeivel ugrott, vagy minthogy mint hogy a sugárhajtású gép felszállt. Ezt szeretném én megérteni. Hát a repülés maga az úgy nézett ki, mint egy ugratóról ugrott volna, igazából nyilván... Igen, 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 mint amikor ilyen gyorsulási versenyeken azt látjuk, az első pár másodpercben megemelkedik az autó eleje. de nem kellett hozzá rámpa. Tehát de, csak úgy nézett ki, igen, igen. De mi van, hogyha itt tulajdonképpen ez úgy működött a kitnél, ugye, hogy voltak az aljában spoilerek, mint ahogy az ilyen nagy ilyen Grand Touring... spoilerek hangzanak el. spoilerek, szó Szerint oldalak el most. És hogy, és ugye az egy fordított terve működő szárny tehát amíg a repülőgépnél úgy van a felhajtó erő az alulról, mert hogy a, a, levegő mozgása, mozgására merőleges erő fölfele hasson, ugye az autóknál ez lefele fordít, van fordítva, hogy leszorítsa. A Forma 1 autóknál nagyon látványosan is, igen. És arra például le, tudok gondolni, hogy mondjuk ez egy olyan bimetálból lehetett, hogy ezt átpattintott a másik irányba, és akkor ez megfordította, oh, és megoldás. akkor alákapott a levegő. Uh -huh. Ö, nem rossz, én, én olyan elméletem van, hogy biztosan láttátok már Amerikában ezeket a lowrider típusú autókat, amikkel konkrétan uh -huh. így, 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 hát így ugrálnak, és, és egy ilyen jellegű, uh -huh. hát nem is tudom milyen felfüggesztéssel, de hogy az így el tudja lökni magát a földtől az autó, és akkor hát miért ne? Most viszont... Konkrétan ezek az autók, bocsánat, hogy szabadvágok mi ki, ezek a lowriderek, csak hogy ezt is megmagyarázzam, ezek úgy vannak, hogy lowrideres autót, az csak merevhídes autóból lehet csinálni. Mi az a merevhíd? Merevhíd az az, amikor látsz egy ilyen ropit az autó aljába, egy jó vastag ropit, aminek a közepén van egy benjo, amúgy tényleg így hozzá, hogy hogy Benzo. Az a benjo az, amiben a kardán a motorból merőlegesen belecsatlakozik, és ott az, az egy differenciál mű, onnan megy a lehajtás a kettő kerékre. És ugye ezek az autók ki tudják kapcsolni ennek a, ennek a merev hídnak az alvászhoz való rögzítési pontjait, és ezáltal szabaddá válik konkrétan a légrugó, tehát hogyha egy, egy hirtelen nagy levegőt nyom bele, akkor felugrik ami egyébként ugye ennek fizikai korlátai lennének, mert ugye van egy, egy, egy ilyen stabilizátor rúd, meg van ugye általában ezekben az autókban a is, azokból ki tudod ezt kapcsolni? Igen, most folytasd. Nem, én, én, én nem folytatom, hanem majd igazából egy merőleges irányba akartam kérdezősködni, de én egyáltalán nem akarom megszakítani itt a járműgépészeti szakkört, mert igazából lényegesen többet <laughs> tanultam az adás eddig eltelt néhány perce alatt, mint amit még annak idején a jogosítvány megszerzésekor. Uh, ugye ott a kötelező E-Titán nevű online uh, tanítórendszerben meg tudtam tanulni a személygépjármű részeit illetően. Amúgy egyébként volt ott gyerekkoromban egy fantasztikus könyv, aminek az volt, lengyelek írták, az volt a címe, hogy a gépkocsi nem titok. Hát, az egy, az egy, jó könyv És, is is ma, és igen, ott láttam utoljára. Én nem, persze, ugye azokat bújtuk annak idején, amikor, amikor ezt, a, azért, ezt a szélhajtott autót akartok megéríteni. Na, de figyeljetek, hogy igazából oké, okay, hogy vannak ezek az érdekességek, hogy például mitől ugrik ekkorát, az ugye most ez marha jó ez a megfejtés, hogy az alján van egy aerodinamikai szájprofil, ami alapvetően le tudja szorítani, de át tudja klattyintani, hogy éppen felhajtó erőt csináljon, és ezzel meg tudja emelni az elejét akkor is, ha nincs ott ugrató rámpa, és akkor így lehetséges, hogy néha úgy tud kimenekülni a, a kit a szorult helyzetbe, illetve hát Michael Knight kit segítségével, hogy fúj ugrás, vzz, és akkor én szerintem a turbo gombot nyomja meg, de lehet, hogy egy másikat is. A lényeg az, hogy akkor átrepül a szakadékon, és a gonoszok meg ott maradnak a túloldalon. Na, viszont, hogy ezt leszámítva, hogy ez mondjuk nem tudom, hogy így megye, de hát, hogy amúgy, meg már mindent tudnak az autók, ami a az megmondja a legrövidebb útvonalat, döntéseket hoz, visszabeszél, néha még úgy tűnik, hogy a viccet is érti, oda megy az emberért. Tehát ezek már mind olyanok, amiket ezek az elektromos autók, amiket például az egyik legutóbbi adásba kibeszéltünk, ezek az önvezető, nem is az, hogy elektromos, hanem hogy önvezető autók, ezek már így, így, így tudogatnak. Tehát, hogy ez már egyáltalán nem tűnik annyira távolinak ez a dolog. Hát ez a jelen. Ez a jelen. Ja, igen, mondjuk ki, igen. Ez, ez a jelen, de de, de alapvetően ugye kit kitnek a nagy része most ez, ezen kívül, hogy hát azért ugye vannak itt számok, hogy mennyi mennyi számítást tudott megoldani, mert ugye van ez a, ez a kit processzor benne, amelyik ilyen iszonyat szuper számítógép, tehát mindent megkeres, tehát önmagában egy Siri is van benne, akitől kérdezgetni tudsz, azért ilyen szerintem nincsen az autókban, de ezek az önvezető funkciók, jó azért Hát ezt, ezt még vitatnám, tehát azért nem jön oda a nem jön oda az autó. De tudja, hogy tudná. De hogy az okos óra is benne van, azért vegyük készülhetett ez a kit, amikor ezt mondja Michael Knight, az, 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 már exaktul olyan, de ez nagyon-nagyon előre Igen, de ez mennyire menő, mennyire menő, ugye 82-es a sorozat, és akkor wow. ez, ez tényleg futurisztikus volt, és, és tök menő, és tényleg most már eljutottunk, mennyi 40 évek később, hogy, hogy Hát ma, ma majdnem, már majdnem, ezek, ezek teljes mértékben működnek. De nem tudtam, tehát tud, nyilvánvaló, hogy mi ugye rendszerváltás utáni korban láttuk értelemszerűen. Tehát akkor ez már egy tíz, éves, tíz, plusz éves sorozat volt, amikor nálunk műsorra tűzték. Igen, eredetileg igen, igen, 82-ben jelent. Aha, nagyon durva. És, és amúgy ezért, mert szerintem említetted a műsor elején, Géza, hogy ennek voltak aztán ilyen újrafeldolgozásai is, ilyen felélesztették a sorozatot. A GT 500 igen, módsz. igen, az ilyen 2000 8 9 környéke, és akkor már ezek a funkciók nem ütöttek annyira, mert hát már voltak számítógépek az autóban, meg már éppen tudod beszélni is valamennyire, úgyhogy, úgyhogy milyen fura, hogy ugyanazok a dolgok már, már annyira nem ütnek. Nyilván az nem is lett annyira sikeres, mint az eredeti, amit, amit tényleg az is hallott róla, aki sose látta a sorozatot. Milyen vicces, erre tökéletesen illik ez a mondás, hogy ugye erre az új Ford Mustang GT-re, ilyet már fűbe is találsz, tehát most már ez, ez ilyen technológia, hogy most meg kb. És ugye ez EU-s előírás, hogy manapság, mert például minden új eladott autónak távolságtartó tempomatjának kell lenni, sávtartónak, bla, 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 Tehát most már egy Euro n es törést az nem attól jó, mert kinyílnak a légzsákok, és nem hajlik a sípcsontodat keresztül az autónak a karosszériája, hanem hogy olyan aktív baleset megelőző rendszerek vannak benne, amik egyrészt ki tudnak védeni egy balesetet, másrészt pedig sokkal inkább csökkenteni tudják a, a, a kárt, tehát az okozott kárt az egészben. Viszont menjünk tovább, mert így most már szerintem kitről leget beszéltünk, én még szeretném itt megbeszélni. Hát ám azt mondaná, hogy sosem elég, hogy a kitről nem lehet Hát én leget tudom, hát én tudom, persze, de hát azért van itt még nagyon sok. Még csak fogtunk. röviden igen. említsük meg, hogy amikor, ha jól emlékszek, ott is van, hogy így kijönnek ilyen kis spoilerek az autón, ilyen optikai tuningszerűen, ilyen alul-felül, mint, 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 a taxifilmekben a peugeot igen, igen. Olyan is volt. Na, na az, az gyerekként, az nekem az volt a legjobb, de tehát úristen, egy gomnyomása, átalakul a, a külseje, és Úristen még, még durva, még menőbb ennél. És ugye ez is, ez, ez is, már jelen, tehát ugye nagyon sok olyan autó van, ami, aminek van fék szárnya, ugye? Pont ezért, hogyha hogy fékezésnél kinyírik egy plusz szárnyát, hogy, hogy, még nagyobb leszorító erőt generáljon. Egyébként visszatérve még Miki, amit mondta, hogy hogy repülhetnek itt, tehát hogy ez így fizikailag talán lehetséges, hogy felrepülne, viszont hogy nem lehetne irányítani, az tuti. Jó, de egyenesen repült, tehát ott a mechanika törvényeit nem sértette. Ha nagyon akarnám, akkor elkezdhetnék azzal izelni, hogy ha így meg úgy forgatod a kerekeket, akkor a Magnus effektussal lehet, hogy lehet valami kis csűréseket behozni, de nem akarok, és szerintem a filmben is mindig egyenesen repül. Meg az az azért gyorsan, ahhoz gyorsan kéne pörgetni. Nagyon. De tudjátok, hogy voltak ilyen, ilyen elvű repülős, sőt hajósze, a Fletner hajó nevű dolog, azt vágjátok, az egy olyan hajó lett volna, ami nem vitorlákkal, ha már szóba kerültek a vitorlákkal, nem vitorlákkal ment volna, hanem bazi nagy hengerek forogtak volna, és ugyanaz a Magnus effektus hajtotta volna őket irányban, mint ami a csavart labdákat elhúzza oldalra. Meg ilyen Magnus effektusos bombákkal lőtték a másik világháborúba a, nagy duzzasztogáltakat, mert ha bepörgették a bombát, az lement a víz aljára, és ott robbant fel. Viszont ugye kitnél ezt nem látjuk. Tehát a kit az mindig egyenesen repül. Szerintem konkrétan igazi ugratások közben vették ezeket föl, tehát én szerintem itt... Azt meg kell említeni, hogy ez egy speciálisan erre épített bukócsővel ellátott több rétegű karosszériás kaszkadőr autó. Sajtólag 55 darab kit készült összesen, de ezt írják. Jé. Mennyit törhettek össze belőle? Mondom, nagy részét. Volt, hogy az egyik évadban konkrétan megsemmisül a kit. Én nagyon szó, sírtam kiskoromban, hogy valami sósa vizébe belepottyam, vagy nem tudom, és szét van marva az egész. Emlékeztek, a beszélőkéje is az első évadban még máshogy nézett ki. Igen, igen. Például az elején az egész kis négyzet ott villogott, Hú, de most átvegyünk értelen ilyen 90-es évek retrópartiba, amiről most megtudtam, hogy a 80-es évek valójában. Tehát, hogy, hogy, hogy a kis bizony ügön Majkul, meg ugye ezek a dolgok, hogy az, az elején az egész kis négyzet egy, egy színben villogott, és akkor az az ikonikus három piros csíkos izé, ami úgy néz ki, mint egy izé hanglejátszóban a izé, a, a basszus, közép-magas, izé, piros egy három sáv, az későbbi, későbbi fejlesztés. És szerintem az már pont a kit újraépítése a történeti szár szerint, mert egyszer annyira csúnyán megsemmisült, hogy úgy volt, hogy hú, megsemmisült végleg. És akkor én nagyon sírdogáltam is, hogy mi lesz most. De aztán föltámadott vagy a honvaiból újraélet, főnix madárként. Szerintem kitárgyaltuk ittet nem? Következő ugyanebben a csoportban ugye DeLorean lenne, a DeLorean DMC12, ugye ami visszajövő besorozatok és hát, filmekben játszik. Ez érdekes ez az autó, azért is érdekes, mert ez egy üvegszeles műanyag alvázzal rendelkező autó, és erre ilyen inox lemezek vannak hajlítva, és ez a karosszériája, ez azért egy tehát konkrétan ő nincsen festve, hanem ő inox. Tehát ezt ugye sorra gyártották, ezt a DeLorean DMC modell, csak ez nem volt annyira sikeres. Tehát az az nem, x, hogy igen. ennek a gyártása, ez egyáltalán nem hoz, Igen, tehát ez nem hozta be az egész a, a, hozzáfűzött reményeket, és aztán nyilván sokkal később, nem sokkal, de később, amikor készültek a visszajövőbe filmek, azt hozta be, hogy ez egy ikonikus autó lett, és most már persze mindenki ilyet akarna. Na, de még mm. hagyd mondjam ezt el nektek, már sokszor mondtam ezt itt a a is, hogy van ez a British Motor Museum, akit mindenkit, aki a West Midlands-be jár Angliába, tényleg menjen el, mert iszonyatos autókészette rendelkeznek, és ott van egy Delorean, ami például forgatáson is volt, és ezt én láttam többször is, mm. és benne van még a a, az évszámállító is. Hogy... Én is láttam egyet, ami elvileg igazi, mert Telehesziben, ahol voltam Fulbrightozni tavaly előtt, ott van az egyik legnagyobb, Amerikán belül az egyik legnagyobb magánautó múzeum, és az ott van, és az egyébként több Batman, forgatáshoz használt Batmobilt is tartalmaz a múzeum, amiről ma gondolom szintén szót fogunk ejteni, és ott volt egy DeLorean is, elvileg szintén valamelyik, de, de sajnos nem lehetett belenézni, hogy a számláló ott van-e. Bele be, be, bele lehetett, ugye ennek az is érdekes, hogy az ablak az ilyen szekcionált, tehát minden autóknak nem egy egy üveg van, hanem ilyen több része van az ablaknak. Ez is mondjuk az ilyen érdekes, mert még a Lamborghini, Lamborghini, tudjátok, van az a Lamborghini ilyen Igen. Diablo, Na, annak igen. volt ilyen az ablaka. Igen. És eredetileg is így fel, felfelé nyíltak az ajtajai? Igen, mm -hmm. igen, ezek a gulving ajtó, ezek a sirály, sirály szárnyas ajtó ajtajai voltak. Egyébként ez egy teljesen, teljesen mezei 2.8-as V6-os Otto motor volt benne. Peugeot Renault Volvo blokk, 130 lóerővel, 218 Nm, ma ezt már egy Suzuki is tudja nagyrészt. <laughs> Azért nézzük, így összehasonlítva ma egy 1000 köpcentis hibrid tudja azt, amit annó egy 2.8-as V6-os, ami körülbelül elvett 20 litert. Viszont, Miki, hozzád lenne egy kérdésem, hogy fluxus kondenzátor. Mi, mi ez a fluxus kondenzátor? <laughs> a jaj, 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 <laughs> hát, itt van baj. hát ugye ez a tipikus esete azoknak a dolgoknak, hogy mondjuk valamit, ami jól hangzik, nem tudom. Tehát ezt olyan sokszor megkaptam már ezt a kérdést, hogy igazából nem tudom, miféle fluxust kondenzál. Azt tudom elképzelni, hogy a kondenzátor az mi a sűrítő, milyen fluxus. Hát valami, tehát valamiféle energia sűrítő lehet. Miért gondolom ezt? Hát azért, azért gondolom ezt, mert ahhoz, hogy ugye torzítani tud a téridő kontinúmot, vagy úgy tetszik, tehát a téridő, amiről meg szoktuk itt beszélni, hogy az egyetlen módja az időutazásnak, főleg, mármint főleg a visszafele történő időutazásnak, ami egyáltalán nem biztos, hogy az egyáltalán lehetséges, de valami olyasmi kerülő utak merülnek föl, amihez akárhogy is nézzük, akár melyik módszerrel is dolgozunk, akár egy féregjukat akarunk előállítani, vagy akár egy ilyen úgynevezett, Más, de akár, akármilyen más módon akarnánk ilyesmit csinálni, mondom még egyszer, szerintem nem lehetséges az időben visszafelé utazni. Oké, okay, tehát például a Vagy Nyugat az nem fog menni, de mondjuk induljunk ki a Vissza a Jövőbe kettőből, ugye? Hogy mondjuk mostanságra előre tudna utazni ahhoz is mindenképpen baromira be kéne egy tor lokálisan torzítani a téridőt. Na most ezt ugye kétféleképp lehet, vagy sokféleképp lehet csinálni. <laughs> a természet rendszerint úgy szokta csinálni, hogy mondjuk fekete lyukak vannak, amik nagy a tömegük. És ugye a nagy tömegük, mint tudjátok, a tömeg az, az energiaként is értelmezhető, a nyugati, nyugalmi tömeg meggörbíti maga körül a téridőt annyira, hogy a fény ki belőle. Na most nem csak tömeggel, hanem más energiával is lehet görbíteni a téridőt, például pörgéssel. Tehát ezzel látjuk az összes science fiction-be ahol tisztességes téridő, görbítő, készítő berendezések vannak, ott mindig látunk valami forgó alkatrészt, emögött az a fizika, hogy hát ha nem tudunk adott helyre, mert hogy, hogy, mert, hogy a téridő az energia sűrűséggel kapcsolatos, és ezért gondolom, hogy itt a fluxus kondenzátor is valamilyen módon tömeget, vagy hát inkább energiát akar egy kis térrészbe összesűríteni, hogy ezzel növelje a téridő görbületét. Na most mondom, a tisztességes időgépekben mindig forog valami, mert hogy nem tömeg odapakolásával, hanem a forgási energia növelésével, amit szintén azért lokalizálható, tehát egy pici dolog elfér itt, csak for forogjon rohadt gyorsan, és akkor meggörbíti a téridőt, tehát kebbé ez az ötlet. Lehet, hogy ilyesmi van ott, és akkor ehhez kell kondenzálni a fluxust. <laughs> és... ez, ez eddig amúgy teljesen oké, meg így értem, hogy akkor ezért gyűjtik be a villámot is, meg így oké, de amikor a szemetet kezdi beleönteni, az már ott... Hát az már a fúziós energiatermelés kellek. Tehát ugye ott az a mondás, amit a 80-as években gyakran hallhattunk, hogy, hogyha bejön a fúziós energiatermelés, akkor ugye korlátlan energiaforrás van. Na most ha megnézed, hogy ez a darab szemét, vagy egy darab krumpli, az hány energiát, mennyi energiát tartalmaz, akkor azért az rohadt sokat, mert, mert hogyha mondjuk teljes egészében energiával tudnánk alakítani a krumplit, akkor ugye a krumpli tömegét megszorzott C négyzettel, a fénysebesség négyzetével, és akkor akkor kapod meg zsúlba, hogy az mennyi energia. Most ahhoz az egész krumplit szét kéne sugározni, amúgy az elég lenne sok mindenre, tehát azzal lehetne kis istenkedni rendesen, hogyha egy annyi energiát fel tudnánk szállítani. Most a fúziós energiánál itt nincs szó erről, mert ott is csak egy töredéke a tömegnek alakul át energiával, de az még mindig egy óriási energia, tehát itt valószínűleg ezt akarja mutatni. Azt rá is van írva, hogy fusion drive, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Tehát rá van írva, hogy ez egy fúziós cucc, tehát, hogy itt már ilyen pici izébe bármiből ingyen nyersz energiát. Ez nagyon jól rémel azokra a szövegekre, amiket akkoriban lehetett hallani. Főleg ne felejtsétek el, hogy, hogy akkoriban még voltak ilyen varázsszavak, pont amikor készültek a visszajövőbe filmek, hogy hideg fúzió, ami tök jó ötlet volt. Most megint jövöget vissza, de aztán egy időben kiderült, hogy, hogy ez valószínűleg nem fog működni, mert egy számítási hiba rejlett a dolog mélyén. Ami azt jelenti, hogy fúziós energia kinyeréséhez nem kell feltétlenül ilyen több millió fokos plazmákat előállítani, mint a tokamakban, meg ilyen izében, hanem elképzelhető egy olyan kis sortkát, egy olyan kis, kis egérút, amivel megoldható, hogy igazából egy szobahőmérséklet is meg lehet csinálni, ha az ember elég ügyes, meg jól. Na, tehát, hogy kb. ilyesmit képzeltek bele szerintem oda. És, és az antigravitációs kerekek, illetve ugye itt hmm. nem csak az autó, hanem hogy a deszka is megjelenik, ami megint legalább egy olyan ikonikus része, mint a a de, de, de er, erre láttam már kísérleteket, mérnökök meg fizikusok összeálltak, és akkor próbáltak ilyen légdeszkát készíteni, és ha, ha jól emlékszek, az, az inkább hagyományos, mágneses alapon működött, és nyilván ott olyan felületen kellett haladni, hogy, hogy a, hogy, a, mágnes az, az tudjon, tudjon, működni, de, de hogy az autót is át, át, lett alakítva a második részbe, és akkor az is ilyen antigravitációs, le, lefele fordultak a, a igen, igen. együtt. Um, hát az is megérne egy misét, hogy akkor az pontosan mivel és, és milyen módon tudom Valamit működni. már erről, tehát hogy a parallaxis törzs hallgatók számára nem, nem idegen a téma, de igen, azért... Volt megvan, egy adás is erről van benne. Szintem, igen. Milyon. Hát leg igen, er er erről a meg ilyen futurisztikus találmányokról, és akkor persze mindenkinek ez kéne, az antigravitációs deszka. Na jó, hát itt még nem tartunk. M még az utolsó ide tartozó jármű, amit gondoltam, az a Transformersből a Chevrolet kamaró lenne. Ugye ez a Bumblebee... Ami egyébként egy robot. Ő egy extraterrestriális ufonauta, aki autónak költözött farsangon. Igen, de, de hogy nem olyan értelemben robot, tehát, hogy ők élő lények, csak hogy teljesen más, nem is tudom ott a sztoriba, hogy ők, ők miatt mi az életet adó dolog lényege, de hogy de nem olyan értelemben vett robot, mint hogyha itt építenek egy robotot, és akkor ezt beprogramoznánk, és akkor azt tud járni, hanem hogy ők, 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 ők é, é, élő lények. És, és hogy volt, hogy a sztoriba, hogy ő neki ő, ő nem tudott beszélni sose? Tehát, hogy neki a, a hang rendszerével valami probléma volt? Na mindegy, amúgy az a kedvenc autóm. Most már megtudhattátok a Chevrolet Camaro. Hát, hogy amennyi, az a baj, hogy ugye én annak idején, amikor, amikor a rajzfilmek, képregény meg ilyenek bejöttek, akkor én nem voltam nagyon kiskoromban ilyen Transformers őrült, szemben néhány osztálytársam. A filmből, amiket lát, a filmet látom, konkrétan egyetlen egy autóval kapcsolatos dologra emlékszem belőle, ami az, amikor a Megan Fox ott pucsított a Sivatagi úton, és próbál megszerelni valamit. Ez a képkocka az egyetlen, ami túlélten nálam az Entropiát. <laughs> ebből a 2007-es filmből. Volt olyan, hogy ugye megsértődött, mert ugye nyilván ők is érzelmekkel rendelkeznek, stb., és akkor megsértődött a főszereplőnek, és akkor direkt megállt, vagy leállította a motort, vagy lefulladt, vagy úgy tettette, mint a lefulladt. Tudtátok, hogy amúgy az eredeti a, a még egy Volkswagen bogár volt. A kedvenc, kedvenc autóm végre meg, föl, 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 meg, megjelenik, de én nem tudtam, nem tudtam. És azt tudtátok, hogy a bogárt, azt 2003-ig gyártották? Így van, Mexikóban jött le az utolsó, tehát akkor már egy bizony. ideig Mexikóban gyártották. És persze ebben nem számítjuk bele a Beatle, meg a újabb izé fejlő, ilyen, nem, nem, nem az újabb ilyen, hanem az eredetit az eredeti. konkrétan. Igen. 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 De amúgy nagyon kemény azok is, hogy mennyi, mennyit érnek, tehát vannak azok a nagyon régiek, amikből még az első szélvidő egy üvegből van, azok már nagyon-nagyon drágák egyébként. De ha már bogarazunk, akkor a, a Hörbi az szerintetek science fiction kategóriába elmegy? Hát az is végül is tud, tud ezt azt, Hát nem? majdnem annyit tud, mint a két, Sőt, csak sokkal cukibb kis 53-as, úgyhogy csak ott nincs a technika túlzásba vívve. Tehát az az autó, az egyszerűen lelke van, az élet, Tehát ott nem tudunk meg ilyen dolgokat, hogy izé milyen motor van, meg milyen technológia, meg minden. És feltehetőleg ugye ő is farmotoros, mint az összes többi. Tehát... Ja igen, látjuk is, meg kinyitja néha, és hogy izé ki nyújtja a nyelvét, vagy nem tudom. <laughs> Igen, egy nagyon mozgékony, ilyen furcsán újra definiálja sokszor a fizika törvényeit, ahogy az autó sokszor mozog meg verseny közben, nem tudom. Ez egy popkulturális, elképesztően érdekes történet, ez az egész Volkswagen bogár, ugye, ami nyilván a, a hitleri népautónak a, a Megkésett megvalósulása, mert persze ugye végül is elkezdték ezeket már gyártani, még a harmadik birodalom idején, de érdekes, hogy a gyártás fellendülése az igazából pont a második világháború utánra tehető, és ráadásul volt olyan, hogy a német autógyárakat leszerelték és elvitték például Angliába, és akkor egy ideig például ilyen helyeken is gyártották a bogarakat, meg ilyen, én így tudom, tehát hogy voltak egészen elképesztő történetek. Én azt tudom, hogy a, hogy a azt mondta, ugye megmondta, hogy mennyi kilométert kell elmenni egy tankolással, és hány kilométer per órával menjen, és hogy beleférjen egy átlag család, és erre kellett tervezniük egy autót, és így lett a bogárka. Igen, és persze nyilván az, hogy a dizájn az, hogy honnan van és honnan nem, ugye ez egy hálás vitatéma, némileg ugye magyar gyökerekkel, mert valójában egy Berényi Jenő nevű, Berényi Béla, igen, a Berényi Béla nevű svájci a, a tervezőmérnöknek a dizájnja, az, az kísértetiesen hasonlít arra, ami megvalósult, és ugye nyilván ugye a, a, a Führer ugye a Ferdinand porsche bízta meg, Amúgy fun fact, hogy mondjuk ha lelapítjátok azért a Volkswagen bogarat, hogy mondjuk fele olyan magas legyen, mondjuk akkor azért megkapjátok a porsche, porsche ja, az, az Igen, kell, <laughs> <olyan volt. gül> nem véletlen. Na igen, szóval itt igazából arról van szó, hogy, hogy, hogy van ilyen ötlet, valójában, hogy, hogy a 30-as években Ferdinand Porsche-t megbízták, hogy csinálja meg, de igazából ez a Berényi Béla már 1925-ben csinált részletes terveket. És, és, és elvileg egy autókiállításon ezeket a terveket már láthatták a Porsche családnak a Porsche cégnek a képviselői. Te persze volt erről némi pereskedés is, aztán nem tudom, mi a lényeg, de... Hát akkor ez is magyar. Ez is. Hát, ja, nem kizárt. a Forte modell, meg stb. stb. Egyébként, bocsánat, mert most olvasom, hogy én az előbb rosszul ejtettem ki a nevét, ugyanis ő nem egy berényi, hanem egy barényi Béla. Tehát nem berényi, hanem barényi Béla a tervezőmérnöknek a tisztességes neve. Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lébe univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban! Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis. És el is értünk a második fejezetünkhöz, ami a terepjárók lesznek. Én azzal kezdeném, ezzel a City cab -el, amit elvileg már egyszer át, és hát elvileg gyakorlatilag is átbeszéltünk a Dread Bíró kapcsán, és te láttál egy ilyet Budapesten, Miki, hogyha jól tudom. Uh -huh, uh -huh, így van. Arra nem emlékszem, segítsetek, hogy ez a, ez a filmben, ez, milyen, ez, ez, ez elektromos volt. Mert repült is. És repült is. Én azt gondolnám, hogy elektromos volt, ami a körúton elment, az határozottan nem volt elektromos, de, de a filmbeli megfelelője az valószínűleg az kellett, hogy legyen igen. Igen. Merem, ki merem jelenteni. Ugye ez egy Land Rover Defender alapra épült, tehát nagyrészt ez egy dízel autó volt. Amit akkor is mondtam, ugye én egy ilyet is láttam. Egyébként ez nagyon kemény, hogy hogy néz ki így élőben, de például ezt nem nagyon értem. Tehát olyan szinten bután van megtervezve, hogy hely az nincs benne. Tehát egy ember tud így kényelmesen elülni, meg még páran, de hogy Alapvetően ugye az autónak a lényege, hogy azért legyen szélessége, magasság, ugye ebbe pont nem, 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 nem jön ki, mert gömbölyű az egész, és nem nagyon lehet elférni benne, tehát ez, a, ez a rész egy kicsit fura, viszont nagyon vagány, meg szerintem nagyon jó, hogy csak ezért ugye, legyártottak ennyi autót egy filmnek De, a kedvéért. Én ezt ilyen, tehát valami, valami fronton is ezt el tudnám képzelni, tehát ilyen háborús körülmények között, mert annyi, vagy hát úgy tűnik, mint hogy annyi páncél lenne rá, hogy csak, hogy nem is tudom, masszív. Valóban, ugye most tulajdonképpen, hogyha belegondolsz, ha valami repül, és ezért jó magasra repül, akkor azért vastagabb anyagok kellenek rá, mint egy, mint egy autóra, mert hát az anyaghasználat sem, sem mindegy, tehát ugye ezért van az, hogy a repülőgépek nagyrészt alumíniumból készülnek, mert ugye az könnyű, de erős anyag, de drága. Találus kérdés nektek, tudjátok-e, hogy miért alumíniumból készültek az első Land rover -ek? Hát valószínűleg nem tudnám kitalálni. Én arra tippelnék, hogy az alumínium ahhoz képest, hogy milyen könnyű anyag, ahhoz képest ilyen szilárdsági tulajdonsága elég jók, de nyilván ennél frappásabb válasz van. A válasz helyes. Ja. De az igaz válasz, igaz, amit mondasz, tehát nagyon erős és könnyű, viszont az igazi oka az az, hogy ugye ezek a gyárak, ahol ezek gyártódnak kint, azok repülőgépeket gyártottak előtte, és a háború után nem kellett repülő, és összeraktak egy autót, és alumínium meg volt. Aha. És akkor csináltak alumíniumból egy autót. Tadá. Hát az alumínium egyébként önmagában egy elképesztő sikertörténet. Ugye az 1900-as Párizsi világ testőrök által őrizve bemutattak egy kilogramm alumíniumot a népnek, és azt mondták, hogy ez ugye drágább, mint ha mint gyémántból lenne, meg minden, mert hogy egyszerűen még akkor annyira nem volt meg az a technika, hogy hogyan lehet a bauxitból, meg egyéb hogyan lehet megcsinálni a nagy mennyiségben az alumínium ötvözetet, hogy Konkrétan csodaszámba ment, és az emberek. Tehát az, hogy valakinek alumínium ékszere volt a 21. század legelején, az a csúcsok csúcsa, vagy bocsánat, a 20. század legelején, az a, az a csúcs csúcsa, tehát ez a, az a leg, legrótsildabb, izé, izé, agro... És akkor lett rajta ilyen jó fehér oxid réteg egy idő után. <laughs> igen, igen, hát most meg már, igen, szóval, szóval hogy ott néhány évtized miatt alatt milyen karriert befutott az alumínium, hogy most már tényleg így... Hát igen, igen, egyébként pedig egy nagyon jó anyag, tehát... Bizony. <laughs> Nekem aluvázos biciklim van, ha ez számít most valamit, de... <laughs> Abszolút. És akkor még kiválóan alkalmas az alumínium fémhab előállítására is, ami azt jelenti, hogy ugye a szilárdsági tulajdonságai azok majdnem ugyanolyan jók, meg a terhelhetősége, viszont még könnyebb. Tulajdonképpen például megint csak űrtechnológia, vagy, vagy légi technológia szempontjából egy olyan alumínium, ami tele van lyukakkal, ugye fémhab, az, az, már mint a belsejében, mint a, mint a kenyér, ugye kb. úgy néz ki, az, az, az konkrétan majdnem, majdnem ugyanolyan stabil, ha csinált belőle egy oszlopot, mint ha tömör alumínium lenne, viszont csak tized olyan nehéz. Tehát, De Te azért egy, az alufelni, az még mindig... Igen, csak ez az alufelni, ez megint olyan, mint a Kevlar mellény, tehát hogy nem feltétlenül alumíniumból van, tehát könnyű felni. Ugye a legelterjedtebb uh -huh. ötvezete az alumíniumnak az ALMG SI1, tehát abban a magnézium is van. Mert ugye az alumíniumot is azért kevergetni kell, kell, azért, hogy a sima alumíniumot raksz, az azért elég könnyen elporlad. Tehát ez olyan, hogy a vas is nagyon jó, csak azért ahhoz is kell ötvöző, hogy ne rohadjon el egy éven belül. És hogyha meg korrozív közeg, akkor ugye itt vagyunk, mert hát uh, Jeep Wrangler a, a Jurassic Parkban. Azért ott az esőerdőben eléggé uh, nagy a pára, <coughs> közel van az óceán, hogy mondjak el nektek egy nagyon érdekes történetet. Az autóipari daraboknak jóvágyás folyamat része egy ilyen hosszú távú teszt, amikor sós sprével fújogatják úgy kell tervezni egy alkatrészt, hogy ez bírja az óceán közelében is, meg bírja itt ott, ott, ott. Tehát van hidegkamra, melegkamra, meg ilyen sós préteszt bírnia kell ezeknek az autóknak. Tehát az előírt, ugye itt pedig szóba jön a élettartam tervezés, tehát hogy bírnia kell az élettartamáig, de egy napig sem többet. Amivel én nem értek egyet, de ez van a napság. A tervezettel a ulás. Tervezettel a ulás, igen. Amit ugye azért érezhetünk egyrészt az autónkban is, meg minden háztartási eszközben, hogyha valamire három év garancia van, akkor három év plusz-minusz egy héttel el fog romlani. Igen, és én nem akarok fake news terjeszteni, de ezt konkrétan leellenőriztem, hogy, hogy, hogy ugye persze az ismert példája ennek a tervezett elavulásnak, ugye az Osramnak, meg a Philipsnek, meg a többi ilyen villanykörtegyártónak a 20-as évekbeli úgymond megegyezése, amikor már felsejlett a horizonton, hogy lehet olyan villanykörtéket csinálni, amik sose romlanak el, hogy hát ezt így nem kéne a gyerekek, és akkor direkt elvékonyították ott a Wolfram szállat, meg minden, hogy idő előtt elszakadjon, el, el, el ugye a hő miatt, és akkor újat kell, kelljen venni. Ugye ez egy jól dokumentált tény, tehát, hogy ez nem az, hogy ez ilyen városi legenda, de például egészen elképesztő, hogy hogy, aztán például a nyomtatók iparába is, is, is konkrétan, és nem akarom most megnevezni az amerikai céget, amely olyan nyomtatókat gyártott, amiben kizárólag azért került bele egy plusz műanyag alkatrész, hogy biztosítsa a tervezett elavulást, és hogyha azt kiszerelték belőle, akkor tovább lehetett használni. Ez is érdekes dolog, hogy régen ugye azt mondták, hogy az amerikai, tehát az angol szász módszer volt az, ami, az, ami úgy tervezett, hogy használd, aztán dobjad ki és a német módszer volt a, a javítás helyes tervezés, tehát ugye azokat a dolgokat meg lehetett javítani, na ilyen már nincsen. Tehát most már mindenki, mindenki ugyanúgy tervez, hogy, hogy, vegyen újat mindenki időben. Ugye a Volvo volt ez az autógyár, amelyik elkezdett gyártani olyan autókat a 80-as években, amik 1 millió kilométer után rendszeres szervizelés mellett egyszerűen nem akartak tönkre menni, és rájöttek, hogy ez így csődbe fognak menni, mert szervizből nem lehet megélni. És hát elkezdtek Érdekes, hogy ugyanakkor alternatívaként persze meg ott van ugye a, 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 a Kelet-Európa, tehát a KGST, ahol ugye nem volt kapitalista piacgazdaság, és ebből elvileg annak kellett volna következnie, hogy ott tényleg egy terméket mondjuk lehet az egy örök életre tervezni, lehet legyen az mosógép vagy személygépjármű, vagy bármi. Most ehhez képest azért ezt nem mindig tükrözte a valóság. Hát ez nem, de szerintem ez, ez inkább a precizitás, meg a, meg a hozzáértés. Tehát ugye a mai napig csinálnak új azokat a Szibériába, de van erről egy videó, hogy hogy van összetaknyolva. Uh -huh. Ugye a taknyolásnak hívják, amikor ilyen ívheggesztővel így oda van, csak így nyomogatva, és akkor fogni fogja, de úgy néz ki, mint Jó, egy. hát nem az esztétikai tervezés volt ott az elsődleges szempont. Na jól van, oké, hát Bocsánat, még a Jurassic Parkot szóba hozta, lehet, hogy nem szerepel a top 5-ben, de azért ne a Jeep-eket emlegessük csak, hanem ott van az az Explorer nevezett. Most akartam mondani, és egyébként képzeljétek el, hogy most szombaton voltam kint a parkoló parádém műsoron, és nem műsoron, hanem ezen, a, ezen az eseményen, a, a Hung Expo és ott, ott volt egy olyan Ford Explorer, ami konkrétan ugyanaz a, az évjárat, tehát ez a 80, 85 és 90, 5 köz, 85 és 92 között ment ez az Explorer konkrétan ugyanaz a négyszög lámpás explorer, ugye, amivel mentek körben a Jurassic Parkban. csak ott az ugye villany változat volt. Villany volt, okay. és ugye az sínről vette az áramot, tehát az is egy érdekes. Igen, tehát ez ilyen szöbb, igen. tehát a kötött, kötött nyomvonalú volt, nyom tehát a vasúthoz közelebb volt. Bár nem tudom, hogy maguktól is. Kötött, kötött nyomvonalú volt, de, de, most gondolj bele, hogy ha mondjuk rádukták volna azt az alsó áramszedőjét egy konnektorra, akkor simán volna onnan. Tehát az a lényeg, hogy on, onnan kapja. A... Igen, tehát az nem egy sín volt, csak egy olyan, mint a mint mint a metró, a trollinak a, uh -huh. a vezetéke. Meg, a, meg az, azok a kis autók, amik ilyen körpályán mennek, és van egy sín alul, és akkor ott kapják az áramot. Hát igen, Na, aztán a T-Rex megoldotta, hogy el is hagyja a sínt. És még akkor is égett a lámpája. Azért azt nem tudom, figyeltétek-e, hogy ráesett a fára fejjel lefelé, de még mindig. Szóval jók voltak azok az aksik. Na jó, van, oké, de ö, azért ö, brutál sok autó van még a science fiction-ökben. Igen, igen, elég sok autó van még. Menjünk is tovább a harmadikra, és itt uh, visszaadnám a szót Mikinek, ugye a Batmobil. Batman, ugye. Én óvodában én ezt az autót szerettem. Volt egy ilyen kis matchboxom, ami egy Batmobil volt. Az viszont egy, egy turbinás Batmobil volt. Tehát ott látszott az elejébe a turbina. És ugye most ez nagyon... Nagyon örömömre szolgálja, hogy elmondtad, hogy te lehetsz, te voltál ebbe a betmobilokat is tartalmazó kiállításba, hogy akkor légy szíves, tarts nekünk egy előadást arról, hogy milyeneket láttál, és milyen meghajtás volt. nem méltó talajra hullottak ezek a magvak, mert igazából én, én, veled ellentétben nem vagyok egy nagy betmobil fan megkedvelő. Ugye, ami engem érdekelt ebbe az egészben az valóban az, hogy tényleg úgy nézett ki, mint hogy egy ilyen gáznyaláb, vagy mi egy sugár, tehát egy sugárhajtómű szerűség lenne ott, ami egészen konkrétan méretét tekintve is, meg kinézetét tekintve is pont úgy nézett ez mint hogyha mondjuk egy, egy vadász repülőgépről kapták volna le, ugye? Te és akkor ugye ezzel van körülvéve az egész. Most természetesen ugye ilyen kísérleti dolgok léteztek, Amúgy egyébként teljesen független, hogy napokban néztük újra otthon az Indiana Jones négyet, et ami, ami teljesen indokolatlanul egy amerikai katonai kísérleti terepen kezdődik, ahol úgy lóg meg az indi, hogy, hogy, hogy egy ilyen simpáján megy egy ilyen eszköz, ami konkrétan az nem egy autó, hanem egy guruló valami, amit konkrétan egy sugárhajtómű visz. És, és ilyen kísérletek valóban zajlottak, sőt olyanok is, hogy rakétahajtómű ment, és, és szerencsétlen embert az elejébe sziaszták, pedig az jó sok g, egy ilyen. De ugye indiék is elá, elájulnak. Na de vissza a betmenékhez, hogy szerintem ugye lényegében ennek egy szelidítettebb verziója ez, ami itt látható. Most természetesen ez csak a kinézete, tehát nyilván amiket a Teleheszi Múzeumban ki voltak elítve, azok rendes romúgy robbaló motoros filmforgatási autók voltak, tehát nem, nem valódi hajtóművek voltak benne, de ezt akarom megkérdezni, hogy a sztori szerint én jól gondolom, hogy ezek sugárhajtó műszerűségek, vagy csak úgy néznek ki? Mert mondtad, hogy turbinás, persze, de az még sok minden lehetne. Igen, de szerintem nem rakétahajtás, de mindjárt rátélek. Amúgy az első, első Batmobil, az 1956-ban készült, egy Oldsmobile Rocket 88 alvázra, de az ugye belső is jó volt, tehát egyáltalán nem volt köze turbinákhoz. Viszont ugye én a rakétahajtást azért nem mondanám, mert ez a rakétahajtás az egy olyan dolog, hogy ha ezt elindítod, azt nem nagyon tudod utána visszafogni. Tehát az, az nyomatja, amíg van üzemanyag, és akkor utána meg kifogy. Tehát nem hát nem egy közúti. ugye én a sugárhajtóműre gondoltam eleve, nem a. Sugárhajtóműre. Oké, okay, az, az, akkor úgy már érthető, tehát az meg már oké. Okay. Tehát, mint a repülőgép, nem a rakéta. Az, az, az. az, már, tehát ez túl, na, az már, ja. az már inkább el tudom képzelni. Ugye itt most egy nagy turbináról beszélünk, és hmm. ezzel az a probléma azért van a repülőgépeken is kettő turbina legtöbbször, mert ugye ezek összefele forognak, és azért forognak összefele, hogy kiegyenlítsék ugye a erőt, mert hogyha az a régi migeken volt probléma, hogy, hogy egy nagy hajtómű volt alatta, és ezt annó még a Stépen Gábor mondta nekünk, ő vezetett ilyet, mert a dékánunk volt, amikor én végeztem, és ő, ő katona volt sokáig. És vezetett még 21 est igen, azt a... és hogy azt mondta, hogy ez, az, az nagyon érdekes, nagyon vigyázni kellett, tehát úgy kellett vele fölszállni, hogy ellenkormányozni kellett, mert amint elhagyta a, a kettő kereke az, az, az aszfaltot, a utópáját, az egész repülő így bebukott egyik irányba, merre forult, fordult, és ebből nagyon sok baleset volt a berepüléseknél, hogy leért a szállni a földre, és egyből ott maradt. Tehát például az F-18-ban kettő van, ami összefele forog, és ezt így tudják kiküszöbölni. Hát jó, hát a Batmannek is meg kellett tanulni ezt a körre. És most gondold el, hogy, hogy, közúton, tehát azért egy nagyobb gázt adsz egy kanyarba, és hogyha most pont mondjuk egy bal kanyar és jobbra forog a hajtómű, akkor így kigurulsz, mert... Gatám uh -huh. szűk utcáj, nem, nem, biztos, hogy praktikus lett volna. Én a batman kapcsán az az érdekes, ugye, hogy itt majdnem ahány film, sorozatnak sorozat, meg feldolgozás mindig, mindig, egy picivel másabb, vagy, vagy sokkal másabb, verzióját láthattuk. És például mondjuk a, a, a korábbi, a, a Michael Keatonos féle Betmenekről beszéltünk szerintem, vagy vagy ő az volt talán a kiindulás, de, de mondjuk a Christopher Nolan féle Betmobil, ami, ami talán még a filmben is mondják, hogy az inkább ilyen, az is ilyen hadsereg által fejlesztett és ilyen hidak, mobil hidak létrehozásához, hogy átugrik kisebb, nagyobb vizes a tavalyi betmenne bezárólag, ahol, ahol már megint egy sima, hát azt nem mondom, hogy sima, de, de, ott is egy ilyen személyautó, egy közúti személyautó átépítve. Tehát egy csomó változata volt, és szerintem az, az tök jó, hogy, hogy, mindenki meg tudja találni magának a, a kedvencét, és akkor, akkor, kérdezem is, hogy, hogy a betmobilokon belül melyik volt a kedvenc verziótok? Ez, ez nagyon jó kérdés. Mikinek átadom a szót először ő válaszolni. Hát mi? sajnos én nem volt tudni értelmes választ adni, én nem is láttam rendesen a Batman filmeket, tehát nekem annyira nem jött be ez az egész szuperhősös téma, hogy sajnos teljes egészében kimaradt a dolog. Természetesen, de, de, de láttam egyet-kettőt például, de nem rendelkezem olyan átfogó élményanyaggal, hogy dönteni tudjak azt tudom, hogy amit megnéztem ott teleheszében, az konkrétan az volt, ami a Batman Returns-be is volt, és az, az az, az, ugye az, az amiben a, a ugye? Az már az a... az a, a, szóval az a volt. Forever, a mindörökké Batman. Ja, Jó, igazad, meres. pontosan. Igen, így igen, van, igen. nagyon jól mondod. Igen, igen. Akkor, a, akkor nem is az volt, hanem a... a... Az még a, a Michael keaton a Batman Returns. igen, az még a Michael keaton volt, pontosan. De például az, az, azt tudott olyat is, hogy így parkolóási módban ilyen teljes páncélt növesztett magára. És az, az honnan jött? Oh, tehát, hogy az, tehát azt magával hordan ennyi páncélt, és akkor azt... Hát mindig púrhabból kifújja, azt utána ott hagyja. Kicsit környezetszennyező, de végül is hatásos, nem? De, 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 még ott van egy ilyen, hogy, 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 hogy ilyen, amit így hívtak, hogy, pi, hogy, hogy, The Penguins Duck Vehicle, tehát hogy a, a, a Batman returns ben Na az is ki volt oda állítva a be? az sem egy akármi azért. Azt, azt, emlék, azt tudjátok, miről beszélek? valami rémlik. De a a, hát a a... Igen nagyon rajzfilmszerű, nem? Igen, igen, de az... Igen, mert ez, az mindig abban rejtőzködött több a De közben hagytunk időt egyébként, hagytunk időt a Gézának, hogy kiszámítsa, hogy melyik a kedvenc batmobile -ja. Nem, én most most már gondolkoztam és rájöttem, ami nekem Matchboxban volt, az nem, nem tudom, emlékeztek a Cartoon Networkon ment régen az, az animált Batman, uh -huh. tehát ami nem film volt, hanem sorozatban, és abban mi volt, szóval nagyon hosszú eleje volt. Nekem az volt meg. És az nekem azt tetszett. Az, az nagyon, nagyon menő volt. Aha. Tehát, hogy elment, és akkor csak ment az autó, tudod, és akkor még utána egy hátsó kerék. <laughs> egy F21-es felszálló pályája volt. Csak De a... ugye megyük észre, hogy egyébként a hogy a Batmannek léteztek olyan dolgai is, mint például, hogy Bad Boat, tehát, hogy létezett neki valamelyik epizódban egy hajója konkrétan. Az is ott van teleheszibe az is nagyon áramvonalas, és nagyon fekete, és nagyon menő. De, de hogyha már turbinahajtásoknál tartunk, ugye? Egyébként ezt tudjátok, hogy próbálkoztak egyébként a 60-as években turbinahajtású autót csinálni, és a Chrysler azt csinált is 5 darabot. Ez a Chrysler Turbine Car nevű autó, amit 63-ban és 64 be csináltak meg, azt hiszem, hogy manapság már csak kettő darab működik belőle a YouTube-on van egy, egy nagyon jó videó fönn, amikor beindítja az az ember egy ilyen öreg fazon aki egyébként az egészet tervezte, meg összeépítette. Ez ebbe egy, ebbe egy három uh, fokozatú automata váltó volt ebbe az autóba, és érdekes, hogy merőlegesen van benne a turbina. Tehát az első két lámpája körül szívja a levegőt, uh, merőlegesen van a turbina, és hátul nyomatja ki konkrétan úgy, mint a rendes autóba végig megy a kardenteng egy nyomvonalába, és hátul a rendszem mellett két oldalt nyomatja ki. Csak ez, ez, nem volt annyira jó, mert hát ugye a turbináknak az az előnye, hogy akkor jó a fogyasztása, hogyha elindítják, és akkor megy, tehát egy repülő be, beállítják, és akkor el, elszállából bébe, de egy, egy, mint ahogy egy belső autónál is, egy, egy belvárosi dugóban közlekedés, az sokkal jobban megnyomja a fogyasztást, egy ilyen turbinálnál az, az teljesen insane volt már, hmm. és egyébként a Rover is csinált ennek egy, egy riválist. 61-ben T4 gaszturbin prototype, és az, az például ott van, az ott van a British Motor Múzeumban, tehát tényleg érdemes bemenni, mert nagyon érdekes, hogy ilyen autók is vannak. Ne érdekes, érdekes. Viszont úgy látom, hogy a műsor második traktusa is véget ért. Én mindenkit kérek, hogy legyen patronálunk hogy a hosszabb adást is hallgatni tudjátok. A következő adás május 25-én lesz, még a Mars Mentő című film kibeszélésével velem, Norbi vezetésével és Miki szakértelmével. Ne felejtjétek, az igazság oda át van. Nem. Ne felejtjétek, az igazság oda kint van. De egyébként még azt lehet, hogy megkérünk mindenkit, hogy legyen patronálunk. Kit? Igen, Michael. <gül> <gül> Na jó, bocsánat. <laughs> Ez oda lehetne vágni. Na jó, azt hiszem befejeztem. <laughs> Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.